Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autó Galéria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo. Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión és a millásreggeli.hu-n található különböző élő felületeken, például a Twitch csatornánk segítségével élőben videón is, és egyébként pedig a különböző stream szolgáltatásokon hallhatóak vagyunk online bárhol a világon. A stúdióban Ács Gábor és Kántor Endre. És a hallgatók, akik küldtek nekünk különböző üzeneteket. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Például, hogy baleset van a Fogarasi úton, a közlekedést a Fogarasi úton a Pillangó utca közelében baleset nehezíti, ami pedig még nehezíti a közlekedést, hogy a Kossuth-Lajos utcában az 5. kerületben lezárták az Asztória felé vezető jobboldali sávot, a Március 15-e tér és a Ferenciek tere között építkezés miatt egy szakaszon, ott csak egy forgalmi sáv és a buszsáv járható. Érdekes, hogy ehhez képest nem látok ott semmiféle lassulást. Ami a szokásos, ilyenkor megszokottnál kicsit lassabbnak tűnik, az M3-as bevezető a nullás csomóponttól, illetve ugyanonnan a nulláson észak fele miért van dugó, hogyha erre még válaszoltok nekünk, akkor azt megköszönjük és szívesen el is mondjuk. És az a téma, amit beharangoztunk korábban, itt is van velünk a vonalban Németh Barbara, Hintalóvon Gyermekjogi Alapítvány gyermekrészvétel program vezetője. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggel! Egy nagyon akut témával foglalkoztok, és volt egy komoly reprezentatív kutatás, amit a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakmai partnerségében készített a Magyar Telekom a 18 év alattiak internethasználati szokásait és mozgatórugóit tárta ez fel. Mi derült ki ebből, mit csinálnak a gyermekeink a neten? Hát az volt a célunk, hogy kicsit többet tudjunk meg arról, hogy mi van amögött, amikor a gyerekek a telefon nyomkodják, mert hogyha igazából segíteni szeretnénk nekik, hogy biztonságban érezzék magukat az interneten, akkor ennek egy kicsit mögé kell menni. És például az egyik legfontosabb eredmény az ez is volt, hogy a gyerekek pontosan azt hallják, hogy túl sokat ülnek a gép előtt, meg hogy mindig a szülők az első, amivel jönnek nekik, az, hogy mennyi időt töltenek az interneten, de ez valójában nekik nem jelent segítséget. Amire ők elsősorban kíváncsiak lennének, azok ennél sokkal praktikusabb, hasznosabb információk, például az, hogy hogyan tudják felismerni a megbízható információkat és a megbízható embereket az interneten, hogyha valakivel beszélnek, hogyan használják fel az ő adataikat a neten, mit jelent az, hogy mindenhonnan hallják, hogy fontos az adatvédelem, meg az adatbiztonság, és például az is nagyon érdekli őket, hogy mit jelent a függőség, hiszen ha ennyit hallják azt, hogy ez egy ilyen probléma lehet a neten töltött idő, bennük is felmerül gyakran az, hogy na vajon én függő vagyok-e. Uh-huh. Egyébként ez felmerül érdekli... bennük, bocsánat, hogy közbevágok, mert nekem olyan hasonlatot tudok mondani, hogy nekünk sem merült fel gyerekkorunkban, hogy mi játszótér vagy grundfüggők vagyunk-e, vagy biciklizés függők vagyunk-e, vagy gördeszkázás függők, mert hogy imádtuk. Sőt, amikor bejöttek először ezek a nyomkodós játékok, akkor egyfolytában mindenki csipogóval játszott, és az sem merült fel, hogy függők vagyunk abban. Tehát egy gyerek számára ez szerintem egy megfoghatatlan dolog. Hát igen, viszont ugye beszámolnak arról a gyerekek, hogy az internet nagyon gyakran egy konfliktus forrás a szülőkkel, hiszen a szülő nem lát
nem látja azt, hogy mi történik ott. Ugye a gyerekek elsősorban kapcsolattartásra, barátaikkal való beszélgetésre és tanulásra használják az internetet. Az a szülő vagy az a felnőtt, aki ebből ugye mind, bármit csinál ott a gyerek, ő csak annyit lát, hogy a gép előtt ül. Ez egy zavaró tevékenység lehet még, amikor, amit elmondtál te is, tehát a gördeszkázás, a labdázás, a focizás, ott egyértelműbb, hogy a gyerek mit csinál, kivel van, mi történik ott, de itt fizikailag nem látható, hogy mi van ott. Ezért lenne nagyon fontos megkérdezni a gyerekeket, hogy mivel foglalkoznak ott. A gyerekek 2%-a mondta azt, hogy a szülőt érdekli az, hogy mit csinál az interneten. Ami a szülőket érdekli, az egyrészt az idő, másrészt az, hogy biztonságban legyenek, ami mind nagyon fontos és nagyon jó, de ennél egy kicsit tovább kellene lépni. Uh-huh. Tehát nem foglalkoznak a szülők azzal, hogy mit csinálnak a gyerekeik, hanem hogy mennyit nyomkodja, ennyi, és hogy biztonságban van, oké, nem adja ki. A másik dolog az adatbiztonság. Ugye itt elég sok kutatás mutatja azt, hogy valójában most nem a 18 év alattiakra gondolok főleg, de alapvetően a fiataloknak más a személyes adataikkal való viszonya, mint a kicsit idősebb korosztálynak. Tehát ők egyszerűen lazábban kezeljük, ők simán megadják az adataikat, a lakcímüket, a telefonszámukat, kiadnak olyan információkat mondjuk valamiért cserébe, ami nekik fontos, mondjuk egy játékban valami promóció, vagy akármi. Ő ezt nem érzik, hogy ennek súlya lenne. Hát igen, és éppen ezért nagyon fontos lenne elmagyarázni azt, hogy például mit jelent az, hogy személyes adat, uh-huh. hogy mennyi adat keletkezik egyáltalán azzal, hogy használja az internetet. Ezért is lenne fontos az, hogy a gyerekek akár az iskolában is halljanak erről, hogy a médiaoktatás az olyan legyen, ahol a gyerekek megértik, hogy adat keletkezik önmagában attól, hogy mondjuk melyik oldalakat nyitják meg egyszerre, vagy hogy már adatnak számít tényleg az, hogy milyen eszközzel van ott az interneten. És ami ebben mégis sokkal jobban zavarja őket a neten, az ez a sok felugró ablak, amit ők reklámnak élnek meg, és például mindez sokkal jobban elől van az érdeklődésükben, mint például azt, hogy egyébként az adataikkal visszaélnének meg, zaklatnák őket, vagy olyan olyanokkal beszélgetnének, akik másnak adják ki magukat. Máshogy is beszélgetnek egyébként? Máshogy kommunikálnak ők az interneten? Hát most a mi reprezentatív adataink szerint a gyerekeknek a 40, kb. 40% az, akinek eltér a netes kommunikációja az offline kommunikációtól, de ez nem igazán meghatározó. Körülbelül egy ilyen 25% az, ahol ez egy meghatározó dolog volt. Itt az volt nagyon izgalmas, amikor mélyre mentünk az adatainak, és ahol nagyon azok számára tér el igazából a netes viselkedés, meg szokás, akik amúgy is sokkal többet ülnek a gép előtt, akik sokkal többet játszanak például a neten, és hát azért ez felveti ennek a kérdését, hogy ők miért töltenek ott ennyi időt, mennyire tudnák az online, vagy az offline térben egyébként valódi kapcsolatokat kialakítani. Biztonságosabban érzik magukat esetleg ott, vagy egyáltalán biztonságban érzik magukat a gyerekek a neten? Hát a mi adataink szerint, ami megegyezik a korábbi és más kutatásokkal, azt tudjuk elmondani, hogy minden ötödik gyerek az, aki nem érzi magát biztonságban az interneten, viszont itt is fontos megnézni, hogy ez mitől függ, és most először láttunk arra adatot, hogy ez nem igazán azon múlik, hogy ez az interneten van-e ez a kapcsolat, hanem sokkal inkább azzal, hogy ott mi történik, kivel beszél, sokkal inkább attól függ, hogyha a barátaival beszél, akkor nagyjából mindegy, hogy az online vagy az offline térben van ez így, vagy ugyanúgy, ha a családtagjaival kommunikál, a tanárával kommunikál, nem ez számít. Viszont azért mégis nagyon sok ez, hogy minden ötödik gyerek így érzi magát, pláne annak fényében, hogy körülbelül ugyanez az arány mondta azt, hogy a szüleit ez az egész téma egyáltalán nem érdekli. Azt látjuk, hogy a szülők két
kétharmada fél órát az egész életükben a gyereknek fél órát töltött azzal, hogy a témáról beszélgessen a gyerekekkel, hát és körülbelül ilyen 40% volt az, aki 5-10 percet beszélt valaha a témáról a gyerekkel. Igen, nem foglalkoznak a szülők vele ezek szerint, hogy nem érdekli őket. Tehát tényleg csak az érdekli, hogy a képernyő előtt eltöltött idő az mennyi, és hogyha az le van tudva, akkor hogy mit csinál a gyerek, az már mindegy. Na de mit csinál egyébként? Kiket néznek, miket néznek, kik a kedvencek, kikre hallgatnak? Erről is kiderültek azért dolgok. Hát igen, ami szerintem nagyon izgalmas, az az, hogy mióta történnek a témában kutatások, ez az első olyan, ahol azt látjuk, hogy a weboldalakról szívesebben tájékozódnak a gyerekek, a nekik fontos kérdésekről, mint például akár a szüleiktől, vagy a tanároktól, és a második helyen a kortársak vannak. Ugye ez milyen tanulsággal bír nekünk? Egyrészt nagyon fontos lenne az, hogy tényleg legyenek olyan weboldalak, olyan megbízható információforrások, ahol a gyerekek tájékozódni tudnak. Ugye ez is például nagyon fontos a Telekomnak is, akivel ugye közösen dolgoztunk, hiszen ez fontos egy szolgáltatónak is, hogy akkor ő mit tud tenni annak érdekében, hogy valódi segítséget nyújtson, a döntéshozónak is, hogy szükség van támogatni az ilyen helyeket, de hát arra is szükség van, hogy segítséget adjunk a fiataloknak, hiszen egymáshoz fordulnak, ő bennük bíznak meg jobban, a szülőkre sokszor mondják azt, hogy hát nem is értenek hozzá, úgyhogy szükség van arra, hogy a gyerekeket tényleg bevonjuk ezekbe a kérdésekbe. Sokszor igazuk van. Gyerekeknek sokszor igazuk van ebben, azt mondja a Gábor. Mármint ha nem értenek hozzában, sajnos el kell fogadjam néha, igen. Igen. De hát ugye azt is látjuk, hogy nagyon népszerűek ezek az influencerek, uh-huh. és a YouTube és Instagram csatornák, és amikor azt néztük, hogy hát mi lehet e mögött, ami igazán vonzza őket ebben, az, hogy szórakoztató, érdekes, jó a stílusa. Tehát, hogy megint mit látunk, hogy szükség van olyan tartalomra, ami őket így megfogja, ami ez közvetlenül nekik szól. Hát pont, mint a digitális. Digitális oktatás, nem? A digitális oktatás az pont ilyen volt, hogy ezek a tanárok, akik helytálltak, jó, tisztelet a kivételnek, ők jó stílusban, nagyon, nagyon fogékony gyerekek számára adták elő, úgy, mint egy influencer a tananyagot. Hát bárcsak, ugye? Ugye digitális oktatásról is volt szó a mi kutatásunkban. A gyerekek pont ezt mondták el, hogy nagyon hiányzott nekik az ilyen jellegű kontaktóra, ahol a tanárral akár legalább a képernyőn is kapcsolatba tudtak lenni. Itt nagyon az látszott, hogy a digitális oktatás is elsősorban oktatás. Tehát nem elsősorban azon múlik, hogy milyen eszközöket hogyan használunk, hanem muszáj az, hogy olyan módszerekkel tudjanak a tanárok közelíteni a gyerekek felé, ami megfelel ezeknek a platformoknak, és egyáltalán egyértelmű legyen az információ. Tehát a legfontosabb az lenne, hogy tudják, hogy egyáltalán megtalálják a házit a sok felületen. Igen. Tanárok egyszerre nagyon sok helyen adnak fel dolgot, azzal már nagyon sokat segítenek, hogy egy kicsit összebeszélnek, és megkönnyítik ezzel tényleg a gyerekeknek az idejét. Vannak egyébként jó példák az influencerek között is, mert például az én gyerekeim imádják a Valrusznak a csatornáját nézni, aki nagyon sokszor kimondottan ilyen informatív, biológiai, kémiai jellegű dolgokat csinál, és megmondom őszintén, hogy ha egyes tanárok átvennék a módszereit, ami nem olyan nagyon bonyolult, akkor sokkal fogékonyabbak lennének a gyerekek arra, amit ők tanítani akarnak. Hát vagy ezeket lehetne együtt használni, tehát hogy nagyon sok minden elérhető ma már, tényleg ezek akár ilyen felületek, de akár a központi oktatási felületen is sok videó, meg sok tanár által készített videó érhető el, arra
viszont akkor több figyelem tudna jutni, hogy a gyerekek visszajelzést kapjanak a munkájukról, ezt ugye nagyon sokan sérelmezték, hogy így igazából annyit élnek meg, hogy csak kapják a feladatot, de önállóan kell mindent feldolgozniuk, és azáltal, hogy mondjuk tudnánk ilyen akár központi videókat használni, az a személyes figyelem az meg tudna nőni. Hát elég sok minden van. A jövő szempontjából mit lehetne összefoglalni, hogy fontosabb lenne többet foglalkozni azzal, hogy a gyerekek mit csinálnak, miért csinálják, és egy kicsit a minőségen minden szempontból javítani, ugye? Igen, hogy beszéltünk már ezekről, de ha a szülők számára egy ilyen top 3-at, hogy mit kéne máshogy jobban csinálnunk, ha újra elmondanál, azt szerintem hasznos lenne sokunknak. Jó, akkor kezdjük a szülőkkel, köszönöm. Hát az első és a legfontosabb az ez, hogy ne csak az időre fókuszáljunk, mert mindannyian nagyon sok időt töltünk az interneten, nézzük meg, hogy a gyerek mit csinál ott. Jó lenne az is, hogyha aktívan rákérdeznének, hogyha a szülő tudja, hogy mivel tölti a gyerek idejét, ismeri azokat a felületeket, utána a gyerek sokkal könnyebben megnyílik akár azokról a témákról is, hogyha ott ezen a felületen valamilyen baj, bántalmazás éri. És a harmadik pedig, hát talán azt mondanám, hogy vonjuk be őket tényleg ezekbe a kérdésekbe, beszélgessünk velük, hogy nekik mi jelentene valódi biztonságot, a jövő szempontjából is a gyerekek pont ezt emelték ki, hogy szeretnének ebbe jobban részt venni, a digitális világ is akkor lesz biztonságos, hogyha meghallgatjuk az ő véleményüket. Nagyon klassz, köszönjük szépen az információkat, remélem, hogy segítettünk sok mindenkinek. Nektek nagyon jó munkát, és reméljük, hogy beszélünk még erről. Szép napot, köszönjük szépen, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, és sziasztok! Németh Barbarával beszélgettünk, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány gyermekrészvétel program vezetőjével. Volt egy 18 év alattiak internet használati szokásait feltáró reprezentatív kutatás, amit a Magyar Telekom végzett a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakmai partnerségében. Internet most a felmérésnek a neve. Ja, ezt az SMS mindenképpen ide hollóznám. Endre azt írja, minden gyerektémás beszélgetés exponenciálisan mélyíti a rosszapa vagyok depressziómat. Hát igen. De szerintem itt kaptunk hasznos tanácsokat. De nem, ez jó. Ha már ezt érzi valaki, jogos, de... ez, tudod, hogy mire emlékeztet engem? És ez egy nagyon egészséges érzés szerintem, amikor ez a tudással kapcsolatos dolog, hogy minél többet olvasol, annál jobban rájössz, hogy mennyire keveset tudsz. Egyre kevesebbet, ugye? És ez pont ugyanez. Tehát, hogyha foglalkoztat már valakit az a kérdés, hogy ő mennyire jó szülő vagy nem, na az már egy jó út, ott már elindult. Kinyitotta a szememet egyébként, én is belestem ezekbe a hibákba, tehát teljesen jó volt, nagyon köszönjük. Reméljük, hogy a hallgatók is így gondolják. Na, jönnek a... Jönnek a hírek, egy gyors muzsika, hírek, és akkor utána jövünk vissza.